Úgy gondolom, hogy a konditermi edzések is hozzátartoznak igazából tehát az edzés menetéhez, főleg most ugye itt a felkészülésen nagyon komoly edzéseket végzünk kint a pályán. Most a délutáni edzésünk például épp ez inkább ilyen kicsit mobilizációról szólt, hengerezésről, tehát hogy kicsit az izmokat úgymond megnyugtassuk. Nekem nincsen problémám vele, abszolút eddig is készültünk, most is készülünk konditerembe, úgyhogy reméljük jó állapotban leszünk. Délelőtt is igazából mi már korán reggel kondival indítottunk. Utána mentünk ugye a pályára, és a délutáni edzés is nagyon keményre sikerült a végére ugye futásokkal. A mai nap azon egy kicsit ezért könnyebb volt, de a holnapi nap szerintem megint igazából főleg így a keménységről fog szólni. Jó edzések voltak, kemények is voltak, úgyhogy bízunk benne, hogy meg lesz az eredménye, és a bajnokságban is a 90. percben is tudunk majd sprintelni, de abszolút előkészítik ezek a gyakorlatok ezt, úgyhogy bízunk benne, hogy jó állapotban leszünk. Új edző érkezésénél mindenki azt gondolom, hogy tiszta lappal indít, tehát mindenkinek meg kell mutatnia ismét, hogy mire elég benne, hogy az új vezetőedző is ezt lássa. Nyilván a játékosoknak is azt a filozófiát, amit képvisel, azt meg kell próbálni minél gyorsabban felvenni. Én azt gondolom, hogy jól halad a csapat ezen az úton. Nagyon dolgozik bennem a bizonyítási vágy, úgyhogy bízom benne, amikor itt lehetőséget fog kapni, akkor ilyen is szok majd vele.